Bangó Margit ezerrel pörög. Maximalista, aki szívét és a lelkét beleteszi mindenbe, amit csinál. Margit boldogan mesélt arról a Borsnak, hogy számára nem csak egy fellépés, hanem az élet minden területe épp oly fontos és próbál a tökéletességre törekedni. Karácsony alkalmával például 300 töltött káposztát készített el egyszerre, amelyet megosztott szeretteivel és barátaival is egyaránt. Margit természetesen 100%-ot nyújt a színpadon is, hiszem, hogy egy előadó művésznek kötelező mindig a lehető legjobbat kihoznia magából. Alázattal, tisztelettel kell a közönség elé állni, és mindent, de tényleg mindent belídni egy delből. Maximalista őrült vagyok, aki ott fog egyszer a színpadon meghalni, hiszen a szívemet a véremet odaadom, mondja csillogó szemmel. Margit egyébként nem szállt el a sikertől, ugyanolyan kedves és közvetlen mindenkivel, mint egy átlag ember. Ezt a közönsége is érzi, nagyon tisztelik és szeretik a művésznőt. A szeretetet és a tiszteletet mutatja az is, hogy hamarosan Bangó Margit Múzeum nyílik szülővárosában, amit a művésznő hatalmas megtiszteltetésnek vesz és nagyon hálás érte.